Szeretettel üdvözlök mindenkit, Szabó Sándor vagyok, és akkor a mai beszélgető társam pedig Szentes Róbert. Üdvözöllek, Robi! A mai témánk pedig hát egy elég összetett dolog lenne, amit a kereszténység elhitetett az emberekkel, a bűnről, és a bűnnek a, amit kivált lényegében okozhatott, a bűntudat. És ugye itt lényegében a megbocsájtásról lenne a mai napon szó, Robival. Mi is a megbocsájtás? Kinek kell megbocsájtani? Ki az első, akinek meg kell bocsájtani? Meg kell bocsájtani minden embernek? Hogy kell ezt értelmezni, Robi? Hogy kell ezt a gyakorlatba ültetni? Az elme, ami teremti a külvilágot, ebbe benne van a szép, a jó és a csúnya, ami tetszik meg, ami nem tetszik. Minden az elmei programokból idomul és alakul ki. Tehát még a legrosszabb napokon, a legjobb napokon is mi ülünk a nyerekben, és a mi teremtésünk jelenik meg előttünk. És ugye én több ezer, nem is tudom, nagyon sok klienssel dolgoztam, úgyhogy nagyon régóta tanítok, és mindig mondom nekik, először ezt többször kell nyomatékosítani, mert tényleg nem így vagyunk programozva, vagy tanítva, hogy ezt felfogjuk, hogy nincs bűn, csak vétek. És a bűn tudat, ami bennünk van, azok szimplán az ego programjai. Az ego az egy nagyon szerves része az elménknek, és az képviseli azokat a nem kívánatos programokat. Mindenkiben ott van, ez a lényeg. Amik önszabotálnak, amik mérgessé tesznek, amik gyengítenek minket, amik beteggé tesznek minket, amik a kapcsolatunkba belekontárkodnak, amik az anyagiakba belekontárkodnak, az mind az ego programja. Ha bármikor bűntudat van jelen az emberben, és nagyon sok, több tízezer réteg bűntudatunk van, akkor az az egónak valamilyen szintű megjelenése. És ha most picit logikusra fogom a dolgot, nagyon fontos egy új logikát megtanulni. Az embert az viszi az ár. Viszi a tudatalatti és a tudattalan érzelmi ár. Ez a cunami. Rengeteg dolog ebből ősi minta. Azért kell most nagyon ráfeküdni a belső takarításra, hogy ne az ősi minták, ősi bűntudatok, fájdalmak, neheztelések és sérelmek vezessenek minket az utunkon, hanem takarítsuk ki, és tudjunk újat teremteni, egy jobbat, egymást. Tehát az ego programja bűntudatok, de igazándiból csak azért van bűntudatunk. Ez nagyon fontos. Csak azért van bűntudatunk, mert magunknak nem bocsájtottunk meg. Szóval akkor minden, bocsájtás az rólunk szól. Tehát elsőként bocsássunk meg magunknak, aztán tudunk megbocsájtani másoknak. Igen. Mondok egy gyakorlati példát, hogy miért. Nagyon sokan jönnek hozzám a világ minden tájékáról, és mondják, hogy Robert, én már 20 éve onopono, onomono, kimono, megbocsájtok, már mindenkinek, nem másnak kell megbocsájtani, magunknak. A legnagyobb kihívás az embereknek az volt, hogy nem ismerték az elme struktúráját. Nem tudták, hogy minden a mi teremtésünk. Rengeteg hibát követtünk el, ezért az ego minket büntet. Hiba nélkül nem lehet élni. Magunknak kell megbocsájtani, mert az a hiba szükséges volt ahhoz, hogy korrigálni tudhassunk. Csak ahogy lerakódik az elménkben, a mi történetünk és az őstörténetünk az nem ennyire. Az nem ilyen kedves. Az ego szereti a hisztit, a cirkuszt és a támadást. És ahogy éltük most már év tízezredek óta, meg milliók óta az életünket, konfliktusban, surlódásban találtuk magunkat a másokkal és a külvilággal. Ez tök evidens.
nem neki kell megbocsájtani, mert ez az ember a mi tükrünk, a belső láthatatlan, tudattalan énünknek egy energetikai aspektusa. Az se baj, ha kimondjuk, hogy megbocsájtok neked, megbocsájtok azért, mert én felvettelek téged az én színpadomra, hogy játssz le egy olyan számomra láthatatlan aspektust, amiből én fejlődhetek. Szóval az ego teljesen kicsavarja, és azt mondja, hogy te megtámadtál, te vagy a narcisztikus, te vagy ez meg, te vagy az, holott mi vagyunk energetikailag annak a magja. És az a lényeg, megismétlem magam, de fontos, nekünk kell megbocsájtani, mert mi voltunk azok, akik traumatizálva több tízezer rétegbe zsaroltuk a másikat érzelmileg. Támadtuk az aput, támadtuk az anyut, támadtuk az Istent. Olyan sok tízezer támadás van egy átlagember elméjében, hogy ez el se hiszik. Azért mondtam, Sanyi, többször, most már te is hallottad, hogy az ember egy nagyon erős lény, de nem édes, aranyos, mint ahogy hiszi. Örjönk, dühöng, tombol, és semmi gond ezzel, ha tudjuk, hogy hogyan kell feloldani. Ez része a struktúránknak. Azért kell nekünk, magunknak megbocsájtani. Mert mi vagyunk az örjöngő fenevadok. És minél inkább örjöngünk, annál inkább szeparálva tartjuk a külvilágot, szeparálva tartjuk magunktól a sikert és a közelséget. Jó? Értem. Képzeld el, nekem van egy olyan sztorim, hogy mesterem, Őrlős Gábor mesterem mondta nekem mindig, hogy bünteted magad, bünteted magad. Próbáltam keresni, hogy mi a túró, mivel büntetem magam. Írtam neki olyat, hogy büntettem magam, hazudtam, büntettem magam, mert nem érzem magam jól a munkahelyemen, büntettem magam, amiket egyébként el is fogadott, tehát igazat adott bennem valamilyen szinten. Mondom, nem megy a meditáció, miért nem megy? Mert elváráshoz kötöttem, ugye az elmét le akartam csendesíteni, nem jött össze. Adott egy feladatot nekem, üljek le, nézzem magam, figyeljem meg magam, 20 percen keresztül, természetesen nem tudom, hogy ez összejött-e vagy nem, ezt így nem tudom neked megmondani, annyi biztos, hogy amikor felkeltem, a 20 perc az összejött, amikor felkeltem a székből, feltettem magamnak a kérdést, hogy miért büntetem magam, és akkor, mint hogyha valami fejbe vágott volna, elkezdett csorogni a könnyem, és akkor egy hangot hallottam, bocsáss meg. Nem mondom, innentől kezdve fel van kötve a gatya, mert itt kezdődik véleményem szerint a még jobban lefele menetel, úgy itt rálátsz a okozatra, és hát most megmondom meg előszintén, hogy egy picit össze vagyok zavarodva, és most kezdem már felfogni azt, hogy mi is vár rám, tehát nagy valószínűséggel meg fogom tapasztalni azokat az érzéseket, amelyekbe bele annak idején gyerekkoromtól kezdve vissza belebonyolódtam, és azoknak az ellentétét is, tehát hogy mit is akartak nekem mutatni. És ugye itt fog jönni majd az igazi, hát én a megbocsátás lényegében elengedésnek is tartom, nem tudom, hogy ez helytálló-e vagy nem, ezt még nem is beszéltem senkivel, hogy megbocsátás meg az elengedés közt van-e valami különbség, igen, mikor van. Mert én úgy voltam vele, hogy a megbocsátással lényegében rálát, megérted, hogy a másik, meglátod már az éremnek a másik oldalát, gumb, felfogtam, és akkor azzal el is tűnik. Most a kérdésem ott még az lenne, akkor ugye most említetted, hogy van, megbocsátás megye csattintásra, vagy pedig egy belső iránytű fogja jelezni, hogy mikor van itt az idő. Attól függ, hogy mennyi önmunka áll mögötted, olyan gyorsan működik. A visszaszorongás Hello új élet kurzusomban elmagyaráztam, hogy nem feltétlenül a múltba kell keresni a problémát, hanem lefelé menve az elmében van egy függőleges struktúra. Minél inkább átvasoltuk ezeket a rétegeket, annál könnyebb a megbocsájtás. Elmondanám neked, hogy a megbocsájtás a világon az embereknek, a humának a legnehezebb. Komolyan mondom, a legnehezebb dolog. De csak azért, mert ahogy az ego irányítja az elmét,
az ego bűntudatról szól, beszéltünk erről. És a bűntudat igazán egy olyan tudattalan struktúra, hogy magunkat hibáztatjuk a múltért. Ezért kell magunknak megbocsájtani. És a bűntudat az az élet szuperragasztója. És a megbocsájtás kezdi ezt a gyors ragadtat, minden újunk össze van ragad, minden le van tapadva, és a megbocsájtás kezd ezt a szeparációt oldani. Szeretnéd, hogy beszéljek egy picit az elengedésről, akkor beteszem ide, mert nagyon fontos. A dualisztikus világban, ahol élünk, mindennek megvan az ellenkezője. Tehát ha elengedésnek az ellenkezője az, hogy valamit kézben akarunk tartani, ezt tudják angolul, hogy holding on, valamibe görcsösen kapaszkodunk. Nem is azt hiszem, hogy már használtam a magyar szót, de most nem jut eszembe. Az a lényeg. Mit mond? Ragaszkodás. Pont, igen, köszönöm. A ragaszkodás, az akár hisztek, akár nem, az egy ego őrjöngés. Az egónk őrjöng. Lent a tudattalamban a több tízezer, százezer, akár millió gondolatukban, és nem tudjuk, hogy léteznek, örjönk, tombol. És onnan veszük észre, hogy ez folyik, hogy vannak szorongásaink, vannak félelmeink. Úgyhogy mások triggerelnek minket. Úgy érezzük, hogy tiszteletlenek, úgy érezzük, hogy nem vagyunk fontosak. És tudod, ezek az apró kis megjegyzés, meg az embernek a torka, vagy a pocakja, vagy a mellkasa, úgy befeszül, ez mind az ego őrjöngés. Csak annyira el van temetve, több tízezer réteg alatt, hogy nem tudjuk az igazi okát. És ez a ragaszkodás, ez kell először elengedni, utána jöhet az elengedés, elengedjük az ego örjöngését, azaz elengedjük azt a pszichológiai struktúrát, ami ragaszkodik a múlthoz, ragaszkodik a büntetéshez, és itt a büntetés. Amikor nekünk gyerekkorban, vagy régen háborúkban valaki azt mondja, hogy ez így van, és nem úgy van, ahogy te gondolod, mi belázadunk. Ezt különféle emberek különféle módon kezelik. A legtöbb erős személyiség úgy kezeli, hogy elkezd örjöngeni, de elfolytja az örjöngését, és passzív agresszióba megy át. Mert úgy érezzük alul, hogy a szabadságunkat elvették tőlük. Az embernek a szabadsága a legfontosabb dolog, teljesen félre van értelmezve. Az ego világában minden olyan furinka viselkedéshez, megnyilvánuláshoz hozzá van rendelve a szabadság, ami nem úgy van. Ezért voltunk egy invertált mátrixban. És ezeket a mintákat, ha feloldjuk, akkor tudjuk elengedni ezeket az örjöngéseket, akkor tudunk elengedni, és utána tudunk megbocsájtani. Tehát a megbocsájtás mindig az utolsó dolog, miután követünk egy nagyon precíz pszichológiai struktúrát. Értem, mielőtt én a munkahelyemről eljöttem, elmondtam, én nem tudtam, hogy miért jelent meg a főnökömmel szembe egy, nem azt mondom, hogy egy ilyen haragos sírás, hanem egy ilyen hálakönyv. Egész egyszerűen csak így csordult belőlem. De picit visszatartottam, mert voltak vevők, illetve tárgyalt is, és kérdezte tőlem, hogy miért sír. És nem tudtam neki más mondani, nem jött ki a számon, csak annyit, hogy köszönöm, hogy felvettél és alkalmazol engem. És én akkor rengeteget gondolkoztam, hogy vajon miért ez jött ki a számon, miért nem már. Aztán megértettem, hogy ő neki végtelenül hálás tudok lenni, mert rámutatott azokra a programokra, azokra a aspektusaimra, amelynek a sűrűjére, amelyeket én folyamatosan járok körbe-körbe-körbe, és lényegében én így szálltam ki. Tehát őt elengedtem. Szerintem ez lehetett, nem tudom, te jobban belelátsz ebbe a dologba. És én elengedtem őt, mert rájöttem, hogy nem tudok rajta segíteni, ő csak járja, járja, járja. Meg észrevettem magamban, hogy viszont én a változást szeretném, tovább szeretnék lépni ezen a szinten. Akkor jött ez a bum, ez a megbocsájtás téma fel intuícióba. Tehát akkor a megbocsájtást azt az elengedés vágy előzi meg. Tehát mik ennek a lépései?
mármint az önfaló felé, önvalónk felé tett lépések. Amikor megnézel az emberek közötti beszédet, interactionnek hívják angol, tehát az, ahogy mozognak, hogy beszélnek, ahogy kommunikálnak egymással, sokkal több dolog folyik a háttérben, mint amit mi hallunk vagy látunk. Egy nagyon komplex energetika van. Amikor te, és ez mindenkire igaz, csak adok egy-két ötletet, mert ahogy mélyebbre megyünk az elmébe, úgy gyógyulunk. Nem lehet a felszínes viselkedési formákból gyógyulást megkapni, mert ez a felszín. Biztos vagyok benne abban, hogy volt közted és a főnököd között nézeteltérés. Ugye? Igen, volt lényegében. Okay. Nem igazán nagyon szerettem azt a kontrollt, amiben ő tart engem. Így van. Hogy... Tehát akkor ott az ő kontrollja, és akkor a kontrollnak megvan a maga pszichológiája. Aki kontrollál, annak a szíve össze van törve. Aki kontrollál, az valamilyen szinten egy energiatolvaj. Aki kontrollál, az nem érzi magát fizikailag biztonságban, és akkor tudnám folytatni. Most ezt mi nem tudjuk. Mi azt tudjuk, nem látjuk az ő sérült pszichológiáját. Mi azt látjuk, hogy mi befeszülünk, mert minket próbál az ő hatás alá tenni. Azért kell nekünk így gyógyulni, hogy más kontrollja, más úgynevezett támadás, energetikai támadása ne hason ránk. Amikor te elengedted őt, akkor amit elengedtél, a te feszültséged, az ellenállásod erre a kontrollra. Amikor elengedtette őt, akkor elengedted a te büntetésedet az ő irányába. Elengedted a te kontrollodat, ami arra volt tervező, kontrollálja az ő kontrollját. Az egész élet a gyógyulatlan elme világában egy erőharc. Ezért csináltam a nagy technika. Innen mi hiányzik? Hát az erő, a férfi erő, a női erő, személyes erő, és minél többet csinálod, annál inkább kapod vissza ezeket az erőfoszlányokat, és annál kevesebb szükséged van arra, hogy erőharcba lépj bárkivel. És ez olyan úgy fog kialakulni, főleg az új földön, ahogy megyünk az új földre, hogy mindegy aikido. Ők hadonásznak, povedálnak, csinálják a maguk cirkuszat, meg félrelépsz és eltaknyol. Már nincs szükségünk erőharc, és ez az elengedés. Tudod, a legnagyobb kihívás az embereknek az volt, hogy mindig a fizikai síkot látták csak, és nem tudták, hogy rengeteg energia, dimenzionális lényünk még ott van, és azokat figyelmen kívül hagytuk, holott azok domináltak, és azok adták meg nekünk a végeredményt az életünkben. És most, hogy az ember tisztítja az elmét, egyre nagyobb tudatosságot tud elfogadni. Az üres elme annyit jelent, hogy a magasabb énjeink és a magasabb tudatosságot be tudjuk engedni. Jó? Tehát azért mondom, hogy tök jól csinálod, dolgozom magadon, ezt te is tudod akár, ez egy nagyon sok lépés, és egyik szituáció után fedezed fel magadba, hogy több erőd van, már kiállsz magadért, már nem zavar, ami régen zavart, és ez erről szól. Ez az önmunka. Igen. Tudod, Robi, mondtál egy kulcsmondatot, vagy egy kulcsszót még korábban. Az, hogy van, aki túlzottan kifejezi a dühét, a haragját, és van a másik rész, és én ebbe sorolom magam, vagy soroltam magam, akik viszont elnyomták az érzelmeit. Tehát én meg pont a másik élet voltam, hogy soha nem fejtettem ki, vagy fejeztem ki a saját véleményemet, hanem inkább elnyomtam magamba, hogy másoknak jó legyen. És ez azért keltett bennem, vagy azért jelent meg így bennem a bűntudat, mert elkezdtem ugye hazudni, megígértem, hogy igen, ott leszek, fogok neked adni, meg segíteni, közben meg rájöttem, hogy nem tudok segíteni, stb. Stb. Csak így próbáltam magamat jó színbe feltüntetni. Inkább nem mondtam, hogy is szoktam mondani, Ülős Gábor mesterem, nem voltam nemesembe, mindenre inkább igent mondtam. A megfelelési kényszer erre vitt rá, hogy hazudjak, hazudj, hazudj, hazudj. És most pedig így valami felszínre, kezdenek felszínre bugyogni
ezek a dolgok. Na most a megbocsájtásnál így a ennél is úgy haladunk, mint a hagymánál, hogy mindig a legfelső réteget hántjuk le magunkról, és úgy megyünk egyre beljebbbe és lejjebb, lejjebb, lejjebb. Ezt hogy kell elképzelni? Pontosan úgy, ahogy mondtad, és a hagyma metafora már valószínűleg az emberek könyökén jön ki, mert tudod, annyiszor hallok meg, de én azért mondom, én mindig belemondtam az emberek arcába a tutét, hogy egy millió konfliktus van egy emberben. Ebből oldjunk meg 10 000-et és marhajóba, és ez nem vicc, ez tényleg így van, ezek nem inflált, meg túlzott számok. Ahogy megyünk egyre lejjebb, az első, mit tudom én, pár ezer konfliktust mi fel tudjuk oldani, nézzünk egy-két YouTube videót, meg tudod, vannak szemináriumok, stb., és az alsó réteget abszolút nem tudjuk feloldani. Tehát a megbocsájtás struktúrája nem jöhet 100%-osan létre, még nem ismerjük a kvantumpszichológiát, a spirituális pszichológiát. Most mondok egy-két ötletet, hogy nagyon sok olyan hiedelmünk van, amiről az ember már hallott, csak nem érti, hogy hány 10 000 helyen van lerakódva, hogy nem érzi az ember magát érdemesnek. Erre, arra, amarra. Nem érzi magát méltónak. Ez a kettő nem ugyanaz. Erről írtam a könyvemben, ez a második fejezet. Ugyanakkor az egónak, a sötét, ennek a luciferi egónak van egy olyan struktúrája, hogy minket ki akar nyírni. Ezt ő teljesen félreértelmezteti velünk, és elkezdünk másokba látni a támadót, holott mi támadjuk őket. És nagyon-nagyon észnél kell lenni, mikor az ember már mélyebben jár, mert ha nem tudjuk ezeket, akkor tényleg csak a külvilágra fókuszálunk. És azért kell megbocsájtani, ugye először nekik, hogy a neheztelésünket és a sérelmeinket el tudjuk úgy engedni, hogy mögé látunk ennek a falnak. Több 10 000 falat állítottunk a szívünk köré és magunk elé. Ezeket hívják önszabotázs mintáknak. És amíg nem látjuk ezeket a falakat, mi építettük, addig nem tudunk tovább lépni, és nem tudunk megbocsájtani. Azért nagyon fontos, hogy bocsássunk meg a külvilágnak, oké, ez kb. 1%-ot old. De van egy olyan kérdés, amit fel tudunk magunknak tenni, mondjuk van egy nem kívánatos szituáció, hogy ezt én hogy teremtettem. Hogyan teremtettem ezt, és mik azok a gondolatok és érzelmek, és ilyen kombinációk, amivel ezt meg tudom oldani, hogy többet ne teremtsem ezt. És utána a következő réteg, hogyan tudok teremteni jobbat? Hogyan tudok kedvező körülményeket, szeretetteljesebb életkörülményeket teremteni? Az elsőt az ember teljesen figyelmen kívül hagyta. Azt hitte, hogy a teremtés az csak a csili-vili, kacsalában forgó kastély, meg a pénz, meg a az anyagi javakról szól. Nem, minden mi teremtünk. Ez a káosz az emberi elme teremtése. Az emberi elme annyira erős, és annyira tele van, hogy meddig bolygókat robbantottunk fel. Naprendszereket. A hisztinkkel, a cirkuszunkkal, a tombolásunkkal, a meg nem bocsájtott, elengedetlen részünk. És azért mondom, mert ahogy emelkedünk, és itt az emelkedés, bum, november közepe van majdnem, és nem lehet így élni, mint ahogy eddig éltünk. Nem a külvilágot kell nézni, és nekik megbocsájtani, ahogy említettem, megkérdezi magunktól, hogy én ezt hogyan teremtettem. Még valami gyorsan beszorok ide. Van ez a szó, hogy tükör. Rengeteg használjuk. Oké, okay. Nem egy rossz szó, de minden szinte van, mindenki félreértelmezi. A tükör nem a viselkedés. A tükör aspektus az azok a finom energetikák a tudatalatti világból, amik ezt a viselkedést létrehozták. Magyarul, a narcizmus az nem egy tükör, mindenki narcisztikus. Az a szeretet hiány, az a figyelem hiány, az az erő hiány, az a tükör. A viselkedés az csak itt van, mint egy csónak. De miért nem stabil a csónak? Mert az alsó hullámok nem stabilok. És az emberek teljesen, ugye eleve egy nem volt a kezükben megfelelő tudás és az eszköztár, a másik meg azért az ego nagysakmester, és mindig próbált minket félrevezetni. Ne menj oda, ne figyelj, ne szólj. Nem lehet ezt itt tartani. A lényeg az, hogy soha nem késő. Menjünk befelé, ne kifelé, és kezdjünk el magunkba felfedezni azokat a teremtési struktúrákat, amik jók, bocsássuk meg magunknak, amik
amiket eddig hibának tituláltunk. Ahogy elengedjük ezeket, kitörünk, áttörünk, elkezd az élet működni. Tehát amit megbocsájtunk magunknak, kitörünk magyarul, amit én leszűrtem ebből, hogy a szabadság felé vezető út a megbocsátáson keresztül vezet. Ugye? Igen. Mondok még egy érdekeset. Tudod, én mikor tanultam az én mentoraimtól, most már kvantumpszichológát 2018 óta, azok nem ilyen meditatív, ilyen gyengéd, om típusú emberek. Úgy belemondják az ember arcába tutit, hogy csak úgy meg kell kapaszkodni. Azt mondták nekem még annó, hogy Robi, a bűntudat az az emberi arrogancia, az az sátánista arrogancia, az ego. Nincs rá szükség, az ember annyira arrogáns belül. Próbál kontrollálni mindent, támadja a másikat, támadja az Isten, hogy a megbocsájtás oldja ezt az arroganciát, ezt a kontrollt. Ahelyett, hogy beengednénk a teremtőt, hagynánk magunkat vezettetni, alkotni, ami csak tiszta elmén keresztül lehetséges, örlődünk, támadunk, tudod, és így tovább, és így tovább, és ezt a részünket kell feloldani és megbocsájtani. Magyarul van egy nagyon arrogáns, nagyon nagy részünk, ha ezen átdolgozzuk magunkat, átadjuk magunkat a világnak, a bőségnek és a teremtőnek, és akkor lesz tuti élet. Hát nagyon remélem, hogy ez sokak fülével fog, és sokak szem elé fog kerülni ez a videó, mert azért szoktam nézegetni az internetes fórumokat, közösségi platformokat is, és úgy látom, hogy az emberek ezt félváról veszik. Nem kell ez nekem, nem bocsássak meg, hát minek nem védkeztem. Vagyis hát nem követtem el bűnt, ami igaz is, bűnt nem követett el. De viszont a mélyebben rejlő bűntudatra, viszont én úgy látom, hogy nem igazán nagyon látnak rá. Pedig ugye a bűntudat ezt is a mesteremtől, illetve tőle a tesztszádból is hallottam már, hogy az emésztőrendszert emészti. Ugye említetted most is, hogy rágódsz a dolgokon. Mit ront ez fogakat? Akkor mondtad, hogy beszűkül a torró. Mit okoz? Nyelvi problémát, gyomortájéki problémát. Tehát az egész emésztőrendszer, és nagyon bízom benne, hogy tudunk is segíteni a nézőknek, hogy az egész emésztőrendszer nagyon-nagyon szoros kapcsolatban áll a bűntudattal. De bárki, ez nem jó a meglátásom. Jó a meglátásod. A nem működő emésztőrendszer. Be vannak bűntudatok. A jól működő emésztőrendszer az bűntudatmentes. Ez, igazán ez a belső munka, az önmunkának a lényeg és a célja. Szabadítsuk meg magunkat a több tízezer bűntudatos, egyenlő ego, egyenlő ördögi programoktól. Nagyon sok van az emberek, és minél inkább ebben a fényárnyék világban élnek. Én kedves vagyok, jó fej vagyok, stb. Már hallottam, mert viccesen mondtam, annál inkább vak az ember arra, hogy milyen örjöngő, erős, tomboló, agresszív, arrogáns világ van alul. Minél inkább belemer merülni az ember, annál egy kicsit a pofonként hat. Hogy én azt hittem, hogy én marha jó fej vagyok. Az vagy, ha átmész ezen a rétegen. Utána egy eszméletlenül kreatív, egészséges, jó fej, jó megjelenésű emberré válunk, addig örlődünk, ahogy te mondtad. Az emésztőrendszerünk, csak mondok egy-két plusz még. Ez nem lesz akkor a nagy, tudod, ilyen basszizda az, mert van egy gyomrunk, ami emészt ti a dolgokat. Nagyon sok emészthetetlen dolog történt fel, akkor a gyomornak vannak bizonyos problémái, kihívásai. Akkor vannak a vastag belek, hogy processzáljuk, hogy megyünk át a folyamatokon, és akkor a vastagbél rész pedig, hogy hogyan engedünk el. Tehát az ember nem tud elengedni, amíg örjünk. Ki örjünk? Mindenki. És azért van ez a sok emésztési gond, és főleg, hogy most az égiek azt mondták, hogy humán ébredjél már fel, tombolsz belőle, tök jó fej lény lenné, hogyha el tudnád engedni sok cuccot. Jó? És akkor leküldtek egy pár igazi gyógyítót, aki tudja a receptet, és adja át az embereknek, és most már csak az a
a felelősség az embereknek, hogy kezdjenek figyelni és magukba felfedezni ezeket a mintákat. Felfedezni nem elég, ezeket fel kell technikákkal oldani. Most holnap fogok tartani egy előadást. Pont erről az ego örjöngésekről. Ezek már az asztrálsíkon is vannak. Ezek úgy hívják, hogy temper tantrums, az ego örjöngései. És olyan sok van belőle, és nem mindegyik látványos. Bármikor valami nem működik az életben, legyen az anyagi, kapcsolatbeli, vagy egészségügyi probléma, az azért van, mert belül örjöngünk. Minden örjöngés egy eszméletlen nagy bűntudathoz vezette, hogy említettem, ez nem látványos, ez nem úgy, hogy rázzuk az öklünket, hanem passzív-agresszívak vagyunk. És olyan pici, de mégis domináns ez az örjöngés, hogy csak egy elektromikroszkóp alatt lehet látni. És onnan, ahogy mondtam, hogy onnan tudod, hogy ezek lejelen vannak, hogy nem, valami aspektus az életnek nem megy. Nem vagyunk totál békében és bőségben. Amikor az elménk tiszta, akkor bőségben vagyunk, az univerzum leveszi a vállunkról nehéz terheket, egészségesek vagyunk, magunk vagyunk, és teremtünk, és szeretjük az életet, az emberiséget és a teremtőt szolgáljuk. Ez egy kemény út. Viszont, amíg ezek az ego örjöngések vannak, addig szeparáció van. Azért nem működik valami az életben, mert valamitől szeparáltak vagyunk. És itt kell tudni nagyon a kvantumpszichológiát, hogy mi az, amitől szeparáltak vagyunk, amiatt ez megjelenik. Na, amíg ez a szeparáció létre, vagy jelen van, és nagyon mélyen van, és logikátlan, és felfoghatatlan, és tudod, ezt azért mondom, ezt tanulni kell, addig magunknak még nem bocsájtottunk meg. Jó, ez a lényeg. Hogy igen, ahogy mondtad, réteg, hagyma, egy, a tízezer, tízezer, után, és akkor eljutunk ezekhez a kvantum rezgésekhez, hogy Atya Isten, mikor ez történt, én, ahogy te is mondtad, behisztizünk, és tök jogos, minden, én az erős emberekkel, tudod, az emelkedőket szolgálom, tehát én értem, én se voltam semmivel külön, egy őrült, örjöngő vadállat voltam, felszínen jó fej. És azt történik, hogy ezeket az elutasításos, örjöngött sztorikat, ha meggyógyítjuk, akkor a bőség belé, de és akkor tudunk csak elfogadni bőséget, ha magunknak megbocsájtunk az örjöngéseinkért. Robi, most beszélgetésünk alatt esett le nekem egy olyan, hogy a kundalini szindrómát szokták emlegetni, te is mondtad, hogy Amerikában és itt Magyarországon is, hogy felemelkedési tüneteket. És most, hogy beszélgettünk, az esett le, hogy nem tudom, hogy jó a meglátásom, tényleg csak én most jött valahonnan, hogy aki nem adta ki magából saját boldogságát, vagy saját véleményét, hanem inkább elnyomta magába, azoknál inkább a fogyás, meg torok összeszorulás jellemző, aki pedig túlzottan kiadta magából, azokra pedig a falási rohamok jellemzők. Nem tudom, hogy honnan jött, ez most nekem csak úgy jött valahonnan. Az ember zárnan kompenzál. Tudod, ahelyett, hogy integráltan mennénk az életbe tovább, és a fény felé, fölpróbálunk egy szerepet, egy mintát. Ez működik, vagy nem működik. Utána bűntudatunk lesz. Nem kellett volna beszólnom. Basszus. Akkor váltunk, akkor elnyomom. Ez se jó, mert meg beteg vagyok a kinemfejezéstől. Hát akkor írok a Facebookra egy mémet, hogy mindenki kapja be. Ez sem működik. És az ember ahelyett, hogy meggyógyítana magát, így cikcakba megy. És nincs olyan, hogy egy szimptóma, egy stílus miatt alakulnak ki. Mindenkiben ott van minden. A polaritás, dualitás ott van. Egy félreértést szeretnék tisztázni. Az egónk, ami a belső ördög, több tízezer trükkje van, és nagyon nagy szadista, és most egyre inkább evidenssé kezd válni az emberek. Ezért az önmunka kell, hogy ezt a belső tomboló, ahogy a Biblia is írja, fenevadat transzendáljuk, és emeljük ki ebből az örjöngő világból, mert ez rajtunk keresztül jön ki, és minket tesz tönkre. Az a lényeg, hogy a cikcak helyett
meg kell érteni azt, hogy nem csak abból van bűntudatunk, és ez egy nagy félreértés, amit mi csináltunk. Legtöbb ember azt mondja, hogy Jézusom, nem kellett volna beszólni, jaj, de hülye vagyok, nem tudod, és akkor ebből van ez a bűn tudat. Nem kellett volna ezt, tudod, és akkor ebből van egy listán. De nem ez az igazi probléma. Az igazi probléma azok a dolgok, amit nem tettünk meg, a ki nem mondott igazságok, a ki nem magunkért, ki nem állások. Az a sok sztori, mikor, és innen jönnek ezek a dürohamok, nem evidens, mert ahogy megyünk tovább, egyik fedőtörténetet pakoljuk a másik felé, és akkor erről írnak könyvet, holott alul a mag, az örjönk. Mi az a ki nem mondott vélemény, ez a szó? Mi az a magunkba elfojtott valami, amit mi hordozunk, és magunkat büntetjük? Ezek a mi gyávaságaink. Másba látjuk a gyávát. De ez a tükör. Nem álltam ki magamért. És tudod, mikor egy gyermek például a szülőket nézi, tudod cirkuszolni, jogosan von le következtetéseket, hogy ezek alkalmatlanok, mert azok, a legtöbb szülő alkalmatlan. Tudod, éretlenek. Ez ember a legerősebb lény az univerzum, viszont a legérzelmileg éretlenebb lény, mert nem dolgozott magát. És akkor ez a kisgyermek azt mondja, hogy legszívesebben, hogyha ki tudná felszólni, hogy figyeljetek, állítsátok le magatokat, félek, nem érzem magam biztonságban, nekem arra van szükségem, hogy ti takarítsátok ki a búrátokat, és figyeljetek rám, de nem így működik. És ezek a ki nem mondott szavak, energiák, ezek mennek át tombolásba, mennek át félelembe, biztonsághiányba, erőhiányba. Na most egy magasabb szintről, ugye ez a kisgyerek, a lélek azt mondta, hogy válasszuk ki aput, meg anyut, mert jó izék, dilisek, meg zizisek, ebből marha jó lesz nekünk, mert a törzsfejlődésünkkel segít. Na most ezt soha senki nem magyarázta el, és egy leredukált szerszemkészettel próbáljuk kezelni és megérteni a világot. Ennek van vége. Egy régi világ teljesen széteső félben van, aki az elméjében ezt nem tudja elengedni, az újra teremti, és az megy arra az idősíkra, arra az élet körülmény, olyan életkörülményeket fog teremteni magának, ahol ő tovább tapasztalja ezeket a dolgokat. Az új ember viszont át kell, hogy tüzetesen profi mentorokkal vizsgálja ezeket a régi történeteket, engedjük el, és teremtsünk egy olyan földet, ami nem a múltnak az ismétlése. Ez csak akkor megy, hogyha magunknak megbocsájtunk, hogy gyávák voltunk, hogy szótlanok voltunk, hogy gyűlölködők. Oké, tehát ez a lényeg. Itt van van már mi elásva? Van egy ilyen magyar kifejezés. Elásva. Mit kutya elásva? Igen, tehát itt a kutya elásva. Azt mondom, hogy felszín, hablagy, blabla, itt van a cuccos. Ha itt megtanulunk navigálni, elolvad, integrálódik, és eljutunk a fényhez, eljutunk a bőséghez, és minden jóhoz. Ez igazán jó beszélgetés volt. Lettek megértések. Azért nagyon szépen köszönöm neked, Robi. Nagyon furá egyébként, hogy még az, hogy pont a szülőket hoztat, hogy a gyerek, kisgyerek ugye látja, szemtanúja a szüleinek a veszekedésének. Most az lényegtelen, hogy melyik a agresszív és melyik nem, mind a kettő állítja az igazságát. És akkor hát én például egy olyan helyzetben voltam, hogy engem a szüleim mindig megkérdeztek, hogy apu megkérdezett, na, szerinted kinek van igaza, anyádnak vagy apádnak? Hogyha azt mondtam neki, hogy anyunak, akkor én voltam az apu szemében mindenféle. Tehát, hogyha azt mondtam, apunak adtam igazat, akkor apu nagyon szeretett engem, anyu pedig, hú, ellásott volna, viszont, hogyha fordítva volt, akkor meg megint megfordult a helyzet. Akkor meg az apu szemébe voltam, anyu szemébe voltam remek. Közben meg én csak annyit akartam, hogy maradjanak már csendben, és tényleg, amit te is mondta, hogy a gyermeknek biztonságra, a nyugalomra, a szeretetre van szüksége, nem pedig két ügyeskodó
felnőttre, akik a saját Igen. igazukért harcolnak. Így van. Viszont mentségükre legyen szólva. Igazad van abban, hogy teljes mértékben, hogy nem készültek fel a, nem is tudom, hogy mondtad, hogy nem alkalmasak a szülő szerepre. Viszont én azt vettem észre a szüleimbe, hogy ők már nagyapámékat ismerve, ők már valahol valamilyen szinten már sokkal jobbat adtak nekem, meg a testvéremnek, mint amit ők kaptak. Ők ezt nyilván nem látják be, mert mondtam már nekik, nem látják be, azt mondták, hogy ó, fiam, hülye vagy, meg így, meg úgy. Mégis megköszönöm nekik, mert ahogy elmondták az életüket, az övék is sokkal sanyarúbb volt, mint az enyém. Nekem például az apukám az gyerekkorában innen aludt télen a mínusz 15 fokba, a lóistálóba. Nekem azért ilyen gyerekkorom nem volt, attól függetlenül, hogy szemtanúja voltam a piállásának és a vitatkozásának anyuval, de azért ilyen életet nem adott nekem. És ebből viszont valamilyen szinten hálás vagyok neki. És Igen. köszönöm. Tanulni való nyilván van, fölé Viszont. emelkedni, csak ők meg tudattalanul cselekednek. Valamilyen szín. Mondok még valamit. Ugye, ahogy mondtam, az őseink mi vagyunk. Energetikailag visszük tovább az a DNS által átadott programokat. Azért nagyon fontos az emuka. Sokszor, amikor regressziót csinálunk, akkor őket, aput, anyut, nagyszülőket, őseket meg kell gyógyítani, hogy bennünk felszabaduljon ez a lerakódás, nem kívánatos minták. Egyszerűen a régi minták nem működnek tovább. Tehát de itt vagyunk az új földön, nem működnek ezek a régi minták. Tehát nagyon egyszerű, lejárt, kiukadt a gumi, nem megy a gép, semmi gond. Nagyon fontos az embereknek tudni, és azért csináltam az árny előadást, hogy aki szenved, aki mártírkodik, az egy fontos lépcsőfok. Meg kell élni azt a lépcsőfokot, viszont az is egy egohiszti, az is egy örjöngés. Az is az Isten káromlása, csak annyira nem evidens. Minden, ami nem működik, azért van, mert az ember az egóra hallgatott, ami az Istennel verseng, és gyűlölködik a teremtés, a forrás, a mindenség irányába. Ezt a legtöbb ember nem fogja fel. Azért próbálom beletolni az emberek arcát, hogy ez a legnagyobb bajunk. Elhagytuk az Isten. Cserben hagytuk. És utána mi cserbenhagyásos ilyen sztóriaink, az csak annak egy pici karmikus emlékezteti, hogy old már fel ezt. Ne arra az emberre legyél mérges, hanem arra az aspektusunkra, amikor mi tettük ezt a teremtővel. Az ego soha nem akarja, hogy az ember rájön, azért mondja, ennyire ismétlem, hogy itt a gond. Az ego mindig kivetítette emberekre, személyekre és a külvilágra az általunk megteremtett szeparációt. És mivel ez az előadás, ez a megbocsájtás volt, ezért kell magunknak megbocsájtani, mert ezeket a szeparációkat, azaz lehetetlenségeket mi teremtettük. Ezért kell visszaintegrálni magunkat a teremtővel, elengedni ezt a rengeteg traumát, mert az ego szereti a traumát, és ezáltal tartja ezt a több tízezer szeparációt helyben. Az ego szadiz minket, de mi vagyunk az ego, mi ego bennünk van. Azért kell transzendálni, hogy ne bántsuk őt és magunkat. Jó? És az a lényeg, hogy ami az ember hajtja, az a szabadságérzet. Ez vagy evidens, vagy nem. Bármikor, ami szabadságunk meglett, hát sértve, vagy meglettünk tőle fosztva, legyen az egy háború, legyen az apu vagy anyu beszólt, hogy fiam, ezt ne csináld, attól kezdve őrjöngünk. És ahogy te mondtad, vagy kiadjuk, vagy passzív-agresszívan viseljük tovább, viszik tovább a terhet, és előbb-utóbb kiborul a bili, valami meg fog történni, és akkor az ad nekünk arra lehetőséget, hogy vizsgáljuk hát ezeket a belső őrjöngéseket. Értem. Jó, Robi, köszönöm szépen. Szerintem mennyi 40-50 perces videó lett belőle.
Ez egy nagyon jó téma volt. Én bízom benne, hogy ezt sokan meg fogják nézni, mert én azt látom itt a spirituális körökben, hogy ez a megbocsátás téma, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távol el az emberektől. A legnehezebb dolog, tényleg a legnehezebb, de azért, mert egy precíz pszichológiai lépés sorozat kell, hogy megtörténjen ezelőtt. Nem mondhatjuk azt hozzám, ahogy mondta sok erre, én már megbocsájtok mindenkinek, jó van, akkor megmutatom a következő 10 000 réteget, ahol még nem bocsájtottál meg, tudod? És akkor sírnak, hogy jó, nem tudtam, hogy persze. Eszméletlen mélyek vagyunk. De az a lényeg, hogy nem kell megijedni, csinálni kell profi mentorokkal. És azért tettem be a Viszlát Szorongás Hello Élet kurzusomba ezt a megbocsájtási sorozatot. Ez egy nagyon profi 4 mondat, amit mondunk a másiknak, hogy szeretlek, megbocsájtok neked, kérlek, te is bocsáss meg, és ártatlan vagy. És akkor ugyanúgy magunknak, mert lehetetlenné teszi a bűntudat létezését. Azaz szabadulunk meg, és csak akkor tudjuk ezt a megbocsájtási folyamatot tényleg magunkénvá, vagy magunkénvá vélni, ha nem tudom, hogy mondják legszebben, amikor feloldjuk magunkat a bűntudattól. Jó. Jó, lényegében akkor én a részemről megkaptam a választ, okay. Hogy a szabadság felé vezető út a megbocsájtásra kezdődik. És akkor minden egyes nézőnek, minden kedves nézőnek elnézést. Kellemes és boldog szabadulást szeretnék kívánni. És kívánom nekik azt, hogy a bűntudatot, mint bűnt, azt inkább vétekként értelmezzék, mint bűnként, mert ugye bűn olyan, mint fogalom vagy cselekedet nem létezik, hanem vétek van, ahogy a mi atyánk is mondja a Jézus Krisztus a imájába. Nem bűnként mondja. Köszönöm szépen, Robi. És köszönöm szépen minden kedves nézőnek a megtekintést. Csodálatos estét. És neked pedig szép napot, Robi.